A mai napot a 10. helyről kezdtem az első futamon. A warm-up-ról kipróbáltunk egy új setupot, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy az a jó irányba haladtunk. Az első futamnak rajta az nagyon kalandosra sikeredett. Gondoltam, hogy lassan fogunk menni, így 7. rajtoltam, hogy kiküszöböljük még az előző versenyzégei gondokat. És a Reinhardt rosszul is kapta a rajtot, így be is tudtam menni mellé, és a féktávon már az ilyen 6. hely környékén tudtam autózni. Ők sajnos a kijáraton rám húzta a kormányt, illetve hát nekem sodrodott és kiütött a pályáról. Majd ahogy visszajöttem a pályára, hát a stewardok máshogy látták ezt, de ahogy visszajöttem a pályára, vissza tudtam jönni mellé, körülbelül a kamionjának a fele tájékára, és a féktávon pedig vettünk egyszerre egy féktávot, csak rám zárta az ajtót a Reinhardt, így hát beforgott sajnos. Ezt is törte kicsit a fülkét. Majd mindezek után sajnos a verseny végén kaptam egy büntetést is, el is vették az eredményemet, mert úgy látták a stewardok, hogy én okoztam a balesetet. Szerintünk ez nem egészen így volt, de ezzel nem tudunk mit csinálni, ezt nem tudjuk felülbírálni. Így a második futamot a sor legvégéről kezdtem, hát egy viszonylag csatázós, kalandos verseny volt. Próbáltam minél jobban átmenni, minél gyorsabban átverekedni magam a hátrébb lévő versenyzőkön, és a 13. helyig tudtam följönni. Van egy kis technikai problémánk sajnos a jobb hátsó fék melegedéssel, de igyekszünk megoldani és holnap újult erővel támadni. Az időmérőzésen második helyet sikerült elérnem. 800 másodperccel. Ezek a századok fognak a sírba vinni egyszer. És ez megint megpecsételte a sorsunkat itt a mai napra, hiszen ugye a külső oldal jó rajtoltam, de nem volt esély előrelépni sajnos. Aztán utána a versenyen is teljesen egyforma tempót mentünk, mind a hárman, az Antonioval és Johannel, úgyhogy se előre, se átra nem nagyon lehetett támadni, nem nagyon kellett védekezni, úgyhogy az első versenyt azt végigvonatoztuk, de azért a második hely az bajnokság szempontjából nagyon fontos. Aztán a második verseny egy kicsit izgalmasabb volt, már ott a 7. rajtoltam, és akkor már előztünk párt, nem is tudom, hogy milyen sorrendben jöttek az emberek. Arra emlékszem, hogy Johann próbáltam megelőzni a sikánnál éppen, amikor hát befékeztem el egész jól, de külső oldalon ott tudott maradni, aztán persze a sikán kijáratánál egy kicsit kiszorított, hogy nem tudtam rendeset kigyorsítani, és visszacsúsztam. Ott elveszítettem egy helyet, amit aztán egy körrel később visszaszereztem, de addigra meg már sajnos lemaradtam a Johannről, úgyhogy bár tudtam közelíteni, ugye Bösiger ment az első, Johann a második helyen, tudtam közelíteni rájuk, és a verseny végére már egészen közel voltam, de nem volt támadási lehetőség. Még egy meleg helyzet volt, amikor a Johann előttem kilökött egy bagirát, és a között keresztbázis út közepén, és akkor úgy jöttem, hogy alig tudtam kikerülni. De megoldottuk. Úgyhogy jó volt, összességében a nap jó volt, már fogyott 4 ponttal az előnyünk, de még mindig van 5. Úgyhogy holnap az időmérő edzésen megpróbálok majd egy kicsit jobbat menni, és akkor remélhetőleg majd az első helyről esetleg tudunk több pontot szerezni.